tudja lökni Benji Szedzsuániát, de hát kérdés, hogy milyen ütemben érkezik az a genk, és hát persze, hogy Skinzor Oriannája mennyire tud majd reagálni erre. Igazából Skinzor, hogyha fele olyan jól játszik, mint azt tette a Cool Gaming-el, akkor már egy olyan masszív támpontja lesz majd a THR-nek, ami nagyon-nagyon nehezen pótolható lenne. Igen. Ha pedig úgy játszik, mint ahogy a Cool Gaming elmentette, akkor... akkor baj van. No, megálljunk akkor megint fél percnél? Tegyük úgy. Tegyük úgy. Jól van. Akkor megvárjuk ezt a félperces időintervallumot, hogy biztosan egy helyen álljunk meg, és ugyanazt a mérkőzést nézzük ugyanabban a másodpercben. Egy kis időre megállítjuk a streamet. És megállítottam 30-nál most. Én is. Akkor mehet. 3, 2, 1. Most az egyre kellett volna indítani? Azt hiszem, az egy után még mondasz valami. Jó, megálltam 35-nél. 36-nál, bocsánat. Jó, én 40-nél megállok. Jó. 41-nél. Várok. 41, akkor ésre, jó? 3, 2, 1, és. Szóval, ha minden igaz... mint az Obi-ban. Csináljuk egyszerre. Csináljuk egyszerre, hogy mindenkinek jó legyen. Szóval, el is kezdtük a mérkőzést, akkor ez az első összecsapás a két csapat között itt az ESL Southeast European Championship keretein belül, legalábbis ami a csoportköröket illeti. És Machiavelli néz farkas szemet Benjivel szemben. Ugye Benji látja Machiavellit, de fordítva ugyanez már nem igaz. Egyébként én az ADK-ig szempontjából is kíváncsi vagyok erre a mérkőzésre, mert két olyan ADK-i játszik egymással, akik a MEB-en is találkoztak, és ott, vagy nem a MEB-en, bocsánat, nem a MEB-en, hanem a... MEB-en is találkoztak egyébként, csak DRX akkor még a BSN-nél volt. Nem találkoztak. A MEB-en nem, mert két külön csoportban voltak. Új. Bárjál? És az elődöntőkben már ott még ott volt? Bárjál, az elődöntőkben a Fide ellen esett ki a VS-e. Most az mondjuk, hogy a VS-e vajon a THR csoportjában volt-e akkor, de ez valószínűleg azt jelenti, hogy igen, így viszont. Mert ugye keresztbe játszanak, gondolom. De minden lényeg az, hogy a Lenovo kupa volt az emlékezetes meccs, ahol ugye egymásnak feszült a két ADK-re, mind szóban, mind pedig a játékban is. Úgyhogy kíváncsi vagyok most, hogy melyikőjük fog jobban kijönni ebből a mérkőzésből, és melyikőjük emelheti majd a képzelői trófeát a feje felé. Középső ösvényen közben cserélt Faker Dog és Skinzor. Faker Dognak ugye szint előnye még nincsen, szóval egyelőre csak azt az egy képességét tudja használni. Felső ösvényen pedig Marin, valamint Poppy Fox ugyanezt teszik. Farman egyelőre úgy tűnik, hogy Joe az, aki jobban áll az ösvényen. Pár minionnal hatékonyabban tud farmolni. Viszont annyira nagy különbség egyelőre egyik ösvényen sem található. Így van, és egyébként Topisok pedig top side-on kezdtek mind a ketten. Nagyon kíváncsi az, hogy Copy Fox hogy játszik ezzel a pool party Fiorával, mert alapvetően nem vagyok egy jó Fiora player, abszolút nem, viszont szeretem játszani ezt a hőst, és viszonylag gyakran megfordul a kezembe. De én még a Tarnál is három szinten lejjebb teljesítek akkor, hogyha a pool party Fiora skinnel játszom, mert egyszerűen én annyira nem bírom komolyan venni azt a lóbáló fütyit, hogy nem tudom mi az, bocsánat, de borzasztó, egy kard az miért, hogy hajolgat egy kard, egyszerűen annyira elkomolytalanítja ezt a champion számomra, hogy ez hihetetlen. De mindegy, szóval szerintem ritka rossz skin, hogy meglátjuk, hogy Copy Fox-nak is vannak ilyen problémáim, mint nekem. Na de menjünk vissza a meccsre. Hoppá! Joe-nak közben villannia kell az alsó ösvényen, kikerülje a karma lekötést. Ez egy szép megmozdulás volt Blackie-től, Benji pedig jött volna a felső ösvényre, de jelenleg is egy őrszemen áll. Úgyhogy ez Copy Fox-nak nem igazán fog meglepetést jelenteni, de továbbra is ott áll a minionok környékén, próbálja amennyire csak lehet zónázni Marint, viszont vissza fog ugrani Scarra, és mehet tovább a Farmfest a felső ösvényen, Benji pedig úgy tűnik, hogy feladta, elfogyott a türelme ezen a felső ösvényen, nem akar tovább várni, így... De amint ezt kimondom, jön még egy körre, de ne felejtsük el, Copy Foxnak még van flash-e, viszont most látni fogják őt a lane-en. Az a parry az nagyon rossz volt, a visszahúzás az még pont kijött így Marintól, és ez minden bizonnyal egy első gyilkosságot fog jelenteni. Ejj, a Q mellé megy Marintól, de még így is megvan, Ignite közben a középső ösvényen, és flash mind a két középső ösvényestől.
De gyilkosság egyelőre nincsen. Gragas szeretett volna jönni erre. De addigra Skinzor már a saját tornya biztonsága alatt volt. És így gyilkosság továbbra sem történik. A középső ösvényen marad egyelőre Marinnak az 1-0-ás statja. Aki még egyelőre egyébként nem ment haza vásárolni. Copyfox ezt már megtette. Egy második Dorán pengéjével gazdagodott. Viszont teleportját elhasználta, és Marinnak egy eléggé jelentős farmelőnye van most. Nagyon szépen megtolta azt a top lane-t. Akár még a teleportját is megtarthatja, hogyha szeretné, és egyelőre úgy tűnik, hogy ez a terv. Így van. És most egy kisebb fajta CS hátrányba kerül Copyfox a top lane-en, de mivel most fognak bejönni a minionok a turret alá, így azért ez igazából nem volt egy túl jó meglátás tőlem, mert így fel fog jönni olyan 25-6 CS-re ő is, ezzel pedig abszolút egyenlőek lesznek Marinnal ebből a tekintetben. Viszont Benji-nek sikerült az első rajtaütést sikerrel hoznia, ugye két elég jó gang potenciállal rendelkező junglerről beszéltünk, mind Gragas, mind pedig Sejuani személyében, és Benji előszeretettel játssza ezt az új, kicsit megújított, sőt nem is kicsit, hanem abszolút megújított Sejuanit, játszotta már Szeken is, úgyhogy alapvetően nem állt tőle távol ez a karakter. És ugye Faker Dog tiltották ellene. Így van, Faker Dog pedig ugye kiforszolt Skinzorból, aztán pedig önmagából is egy flash-t. Alacsony volt az életereje nagyon, Skinzor jól letrédelte. Utólag közben Gragas és villanás nincsen az Oriannánál, ez azt jelenti, hogy egy-egyre jön fel közben a Team Hope. Egy szép érkezés Machiavellitől, még egy flash-e kellett ezért áldozni. Kuklof lehet bajban, közben kimegy az Xos DRX-re, és az Ignite pont elviszi, így Blacky tud biztosítani magának még egy gyilkosságot. Még a lekötés is jó arra a Jinx-re, de torony alá azért ennyi hátul és talán nem kellene bemenni. És csak így van, jön Gragas hátulról, a mantrázott Q nem talált. Blacky bekap még egy toronylövést, egy heal, így kimegy DRX-től, ez viszont mindenképpen egy halott Joe-t jelent. A csapdák még találnak Gragasra, de igazából a minionok átvették a tankolást, nem ő kezdte el ütni először a torony alatt, így nem kapott agrót, és ez azt jelenti, hogy 3-1-re jön fel a Team Hope. Így van, Machiavelli begyújtotta a rakétákat, biztos hallgatta a streamet, ahogyan éppen azt mondom, hogy Benji-nek sikerült hamarabb hasznosnak lenni, úgyhogy instant, ment egy midgang kill, jött botra kill, úgyhogy 1-0 egy ötök ragaszt, és abszolút hasznosnak mondható a csapat számára. És Skizor Orianna pedig most 0-1-0-ban van, ami nyilvánvalóan nem egy 1v1 szituációban adott, hanem alapvetően kapott két genket. Ami igazából megemlítendő, hogy Skinzor nagyon petyár módjára és nagyon véleményem szerint bátor módon Ignite-ot hozott, és úgy érzem, hogy ez talán egy picit erős választás volt a részéről. Úgy érezte, hogy meg tudja majd talán ölni Faker Dogot a midlénen. Vagy pedig esetleg a későbbi Fiora Grand Challenge-re hozta, hogy majd mikor esetleg az a heal-el is leprokkolódik, akkor felezni tudja valakinek az élettöltését. Közben de a alapvetően kis csirkéket elvitte Faker Dog. Egy kis igen, plusz farm azért nem árt néha. De alapvetően nem tartom olyan jó ötletnek ezt az Ignite-ot Skinzortól. És talán ennek most meg is lett a böltje, ugyanis meghalt ott a midlénen. De lehet, hogy ez megtörtént volna ugyanúgy, hogyha barrier van nála. Nem tudom. Ettől függetlenül Faker Dog 1-0-0, és most egy 10-10-est ver éppen Skinzorra CS tekintetében. Úgyhogy vezet a hop, nem sokkal, mindössze 600 golddal, de az early lead-et megint megfogták, csak úgy, mint a bolgárok ellen egyébként a harmadik meccsen. És nagyon tetszik egyébként az agresszív őrszemezése is a Team Hopnak, hogyha megnézed a midlane környékén, a dzsungelben, rengeteg hopos őrszem van, így Benji-t pontosan látják, hogy merre járkál, pingelik is egyébként a minimapon, és valószínűleg számítanak arra, hogy akár az alsó ösvényre is lenézzen, egyelőre valószínűleg a sutyerákot szerette volna elhozni, így is van, de lebukott, és Machiavelli már ott is van a közelben, újfent, hát a kis csirkékről lemaradt ezúttal Benji, így marad maximum a nagy, és többek közt ennek is köszönhető az, hogy Machiavelli farm előnyben van jelenleg, megint csak Blacky a lekötés ezúttal Lulu-ra talál, a mantrázott Q nagyon szép, de DRX lehet bajban, nem elhasználja a végső képességét, Jotto viszont szép a villanás, de még ez is kevés, és megint jön a dive, itt van Gragas, az ulti sajnos nagyon mellé megy, a lekötés viszont jó! És a belső lánga a Blackynek megvan, Machiavelli ezt egy picit benézte, de még így is megölik a THR teljes botlényét,
0-4-0-ban jelenleg Joe és Kuglo. Így van, alapvetően Blacky zseniálisan játszik ezzel a karmával, meg úgy alapvetően zseniálisan játszott igazából. Megijedtek a teleporttól, vagy miért fordultak vissza? Ó, viszont ezt abba hagyja Copy Fox. Rájött közben, hogy nélküle is megvan ez a torony, és ez ráadásul egy első torony. Nagyon szép villanás közben Faker Doctól, így Benji erről sajnos lemaradt. Ja, szóval amit akartam mondani az az egyébként, hogy Blacky nagyon szépen játszik, 3-0-1-ben van, de olyan killek vannak nála, amiket nem véletlenül vitte, hanem szükség volt arra, hogy elvigye, mert azért bár 0-4-ben van az a TH-r botlén, de alapvetően kifejezetten közeli, mármint hogy egyenlőekre sikerülnek a trédek, és mindig csak egy icipicit tud felülkerekedni a hop, és talán ez az icipici az annak a... Felsősvények közben Copy Fox indul meg. Még mindig ott vannak a vital pointok, már csak 2 maradt, viszont ezeket nem tudja elhozni, de cserébe Marinnak flashelnie kellett a tornya alá, hogy ezt a cserét túlélje. Teleportja neki nincsen, így neképpen sétálnia kell majd erre a felső ösvényre, ami azt jelenti, hogy Copy Fox megindulhat akár erre a toronyra, vagy egyszerűen ott hagyja a Minion Wave-et meghalni, ezzel jelentős mennyiségű XP-t és persze aranyat megtagadva Marintól. Itt neki is sétálnia kell, de talán neki kicsit több ideje lesz, amíg Marin visszapusolja ezt a wave-et. És közben a botlane-en Machiavelli volt az, aki hősiesen tartotta ezt a botlane tornyot. Láthatjuk, hogy nem is sebződött túlságosan sokat. Így van, és egy Cloud Drake van éppen most a Drake Pit-ben, amire egyik csapat sem szeretne túlságosan sok forrást fordítani, mert valljuk be, azért nem éppen a legfontosabb tényezője a játéknak, így valószínűleg majd egy-egy nyert teamfight után fogja valamelyik csapat rátenni a kezét, nem mindig, hogy azért komolyabb teamfight ki fog alakulni, vagy komolyabb csetepaté. Annak ellenére egyébként, hogy Marinból topon sikerült most kiforszolni egy flash-t Copy Foxnak, annak ellenére, hogy annál a Marinnál van egy kill, ugye a Benji gangnek köszönhetően. Úgyhogy Copy Fox abszolút jól helyt áll ezzel a Fiorával, és abszolút vissza, nem hogy visszajött, hanem alapvetően benne volt végig a játékban és az ösvényfázisban. 3 ember érkezik közben, Skinzorra neki villannia kell, Machiavelli a közelben volt. Túléli a rajtaütést, de egy idézői képessége bánta. Így van, 4 ember rotált közben mid köré, és ugyanezt megteszik a TRS-ek is 5 fővel. Marin a vonzás hullám ezúttal nem talál, Marin pedig elrongyol a Faker Dog mellett. Sajnos az égső képessége ezúttal nem talál, így mehet tovább a Team Hope. 2 nagyon fontos ultimate ki a THR részéről. Benji-é még megvan, és ezt valószínűleg hamarosan használni is fogja. Nagyon együtt áll egyébként a Team Hope, erre vigyázniuk kell az ilyen szituációkban, hiszen ha együtt mozognak a pályán, az Benji, Marin és Skinzor is tudja büntetni, mert Copy Fox közben a felső és ugye nem volt rest, elég sok sebzést vitt be arra. Figyeld botlane-t. Nézem, Faker Dog megy. Jön egy teleport viszont ezúttal Marin részéről, így Faker Dog inkább úgy dönt, hogy no thank you. Viszont a teleportot megszakította ezúttal Marin, és így akár még mehetne is tovább, de... De ez a felső esélyes tületbe fog kerülni. Így van. Marin sajnos 2 pad között a földre csücsült. Mondjuk itt van Benji, a torony megvan. Végső képességét nem használja el Benji, valószínűleg számított volna a duplavéra. Mantrázott Q ezúttal Marinra, jó a lekötés úgy szintén. Ez földhöz fogja dobni. Még egy Gragas ulti, ami nagyon szép. És ez azt jelenti, hogy Marinnak pusztulnia kell. Benji a villanásának köszönhetően ki tud jönni. Oriannától a sebzés pedig eléggé szép Machiavellire. Mondjuk ő az api dzsungeles. Machiavelli, na. Engedjük el. Nekem annyira autentikus hangzik ez a Machiavelli. Jó, nekem Machiavelli jut eszembe róla, érted? És így... Na, tudod, jó. A kultúra néha átok. Igen, szóval... Menj a fenébe! Ej, Macarena. Na. Igen. Szóval... Ne nézz a chatre. Na, komolyodjunk meg. 1-6 az állás a Team Hope részére.
5000 aranyjal vezetnek jelenleg a midgame kellős közepén. Három torony a nullával szemben, a THR egyelőre elég nagy hátrányban. És ebből próbálnak majd valahogy visszajönni. Viszont egyelőre nem igazán van mit elhozni a pályán. Ugye a midlane-en annyira nem akar megindulni még a Team Hope. Valószínűleg Jace-t meg fogják ezzel várni. Aki egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy a bot lane irányába, vagy pontosabban a Gromp irányába veszi az utat. Ami érdekes, hiszen teleportja nincsen, szóval hogyha valami hirtelen akció alakulna ki, akkor ő arról nagy valószínűséggel lemaradna. Copyfox teleportja viszont elérhető szemben Marinéval, ugye nem is olyan régen érkezett volna Joe megmentésére az alsó ösvényre, viszont végül ezt a teleportot abba hagyta, de sajnos még így sem tudta azt a felső ösvényes tornyot megmenteni, így már csak egy külső tornya maradt a THR-nek, és ezen egyelőre DRX valamint Blacky dolgoznak, hogy eltűnjön a pályáról. Igen, és ugye amiről beszéltünk tulajdonképpen az az, hogy közben jön egy pauz, de legalább addig el tudom mondani, amit szerettem volna. Amit el akarok mondani az, hogy alapvetően a Team Hope csinálja azt, amit csinálnia kell. Ugye beszéltünk arról, hogy alapvetően az 5-5-ös teamfightot ők nem biztos, hogy annyira fel tudják vállalni a THR kompozíció miatt. Azonban a side lane-eket széthúzni a mapot és a többi lénen egyenként, 2v2-nként dominálni sokkal jobban tudnak a championjaikból adódóan. És tulajdonképpen ez az, amit láthatunk, mert hát bot lane-en már nincs ilyen második turret, és ugye Fiora továbbra is ostromolja azt a top lane towert, úgyhogy alapvetően széthúzza a mapot, a hop játékosai széthúzzák a mapot, és jobban is tudnak rotálni egy-egy lénre, és hamarabb fel tudnak catchelni egy-egy killt. Most már csak az a midlén T1 turret várat magára igazából, amit nekik el kell pusztítani, úgyhogy várunk. És egyébként a pauzokát azt nem írták be a játékosok, szóval erről nem kaptunk infót. Igen. Úgyhogy tulajdonképpen az a DRX 005, ez neki egy picit, unlucky. Igen. Hát igen, ugye Joe egy 10-est rá tud várni most így farmban, viszont az 5 assist plusz a csapatából a 3 kill, a 3 turret, 3-as turret előny, az biztosít DRX-nek plusz 1200 goldot Joe felett, úgyhogy alapvetően még ő az erősebb AD carry. Meglátjuk, hogy a játék későbbi fázisában ez hogy alakul. Blacky pedig nyilván torony magasan vezet kuglóval szemben. Mondjuk annak... 3 killen nem nehéz. Így van. Igen, egyébként a középső ösvényt is érdemes megnézni, hiszen ott pedig Faker dog az, aki hát nem is 2000-rel, de egy jó 1300-zal azért vezet Skinzorral szemben. Ugyanez a helyzet a dzsungelben, ahol egy bő 800 aranyjal Machiavelli van előnyben, és hát a felső ösvény is, de hát ahogy ezt te is említetted, ez mind-mind a tornyoknak köszönhető. Javarészt persze. És azért a gyilkosságok sem ártanak ilyen szempontból. Sárkányra szeretne indulni közben a Team Hope, ez lesz az első sárkány a játékban. Hát ahogy te is mondtad, közben egy pillanatra megfagytam. Ahogy te is mondtad, valószínűleg egyik csapat sem akar túlságosan nagy erőforrásokat dobni erre. Így van, de mivel megvan a makró előnye alapvetően ugye most a Hope-nak, és igazából mindenféle probléma, hogy még Vardja is van rajta a TH-nek, de annyira nem érzik fontosnak, így Machiavelli könnyűszerre lehet. Jön a Grand Challenge Fiorától, nagyon szépen áll a fal mellett Marin, valahogy próbálta azt a Vital Pointot megtagadni, de Fiorának még ez is bőven elég volt ahhoz, hogy a gyilkosságot elhozza, hiszen a vérszomjas hidreja már készen van. Így nyugodtan csereberélhet, közben én többször valamiért megállok a spectate módban, nem tudom, mennyire vagy az oka, 16-23. Én is, úgyhogy szerintem csak megvárottad a gémet. Én egyszer nem fagytam be, és ugyanott vagyunk, úgyhogy... Na, király. Viszont a középső ösvényen lehet menni, ahol ugye a T1-es torony már bőven bedőlt. Faker Dognak az EQ kombóját elég erőteljesen érzi Joe Jinx-e. Nem véletlenül, hiszen egy lövészről van szó. Nem ő az, aki tankosságra fog építeni. Azért Kuglófnak is fáj, pedig ebben még egy pajzs is benne volt. És még így is majdnem fél HP-t szedett le róla. Így van, és sikerült azt a T1-es turretet már ugye behozni a Hope-nak, így pedig 4-0-ra módosul a turretek szempontjából az állás, és 1-7, vagy illetve 7-1, hogyha a Hope oldalra nézzük a killeket. És a Riftheradra is ők tehetik rá a kezüket, úgyhogy hatalmas dominanciát láthatunk most a térképen, 7000 most már a gold előnye a Hope-nak.
várjuk a következő megmozdulást. Igazából a baronna sor még nincs fent, úgyhogy akörül táncolni nem lehet. Alapvetően a Hope-nak egyetlen lehetősége van most, hogy vigye előrébb a meccset, és ne hagyja, hogy besztóloljon és várasson magára. Az pedig az, hogy elkezdenek szépen-szépen vagy split pusholni, vagy pedig backruppolni 5-en vagy akár 4-en egy lénre is tolni. Hát mondjuk az aztán 5 emberes grupp az nem biztos, hogy a legjobb ötlet ezzel a kompozíció ellen. Copy Fox viszont végzi a dolgát, de rá akár 3-an is érkezhetnek, hiszen Marin, Benji és Skinzor mind-mind a közelben vannak. Egy őrszeme azért van ott a felső bokorban, hogyha hátra szeretnék, vagy hátból szeretnék őt támadni, akkor arról tudomással lesz, de közben Makaveli is közelben mászkál, és most lehet bajban Copy Foxnak. Az lesz a kérdés, hogy mennyire tudja jól kihasználni a perit, hát a válasz pedig az, hogy nem túlságosan, így meg is hal, de mindeközben a középső ösvényen egy újabb agresszív megmozdulás. Makavelinek az már a második ulti ezen a meccsen, ami totálisan mellé megy, de a Rift Heralddal együtt be tudják szedni ezt a T2-es tornyot is, és ez már azt jelenti, hogy 5-0, közben Marin indul meg végső képességével, és meg is találja a Faker dogot, közben ott van még a Lulu végső képesség, de Marint átlökik a Dragon Pit másik oldalára, viszont Faker dog meghal, és valószínűleg Makaveli is követni fogja őt, Benji követi le ezt a gyilkosságot, egyelőre 2-0-ás a csere, Blacky a harmadik áldozat, DRX próbál még menekülni, ez viszont egy nagyon egyoldalú THR harc, és THR-t cserélnek, és pontosan erről beszéltünk, hogy ezért nem akarnak gruppolni a THR ellen, mert 5v5-es szituációban egyszerűen nincs esélyük ezzel a kompozícióval. Ez talán egy picit erős kijelentés, tekintve, hogy volt egy 7000-es gold előnyök, és ilyenkor azért a team comp még 19. percben talán nem számít annyit. Legalábbis akkor tényleg, hogyha 7000-es gold előnye van az ellenfélnek, szóval én azért ezt nem feltétlenül a team compnak tulajdonítanám, hanem inkább az, hogy Copy Fox meghalt tulajdonképpen no exchange-ért, tehát hogy nem burnöltek el semmit azért, hogy Copy Fox meghajon se az Orianna ultit, se a Marin ultit, se semmit. A Szecsolani útiről nem is beszélve, úgyhogy alapvetően egy 5v4-es szituációt láthattunk egy teljes felszerelkezett THR gárdával szemben. És ugye Makavelinek sem volt már benne az ultia, mert megpróbálta ugye elhasználni Joe-ékra. Úgyhogy kifejezetten védtelen popra ronthatott ira a THR, és nagyon szépen felismerve a szituációt, el is hozták a megfelelő killeket, ezzel pedig ugye 5 játékos zsebeltek be. Úgyhogy most a Hope egy picit megint visszabengedett az előnyéből, most már csak 4000-rel mennek, de még mindig mennek. És tulajdonképpen a Baron tánc már most megkezdődik, a Wardokat kihelyezték, próbálnak vision csinálni a hopos játékosok, a TR pedig ezt próbálja ahogyan ereje telik rá megakadályozni, illetve lekövetni. Viszont azt nem szabad elfelejteni, hogy azért az a 4 tornyos előny még mindig nagyon számottevő, függetlenül attól, hogy az aranykülönbség hogy alakul a két csapat között. Sokkal jobb pozíciója lehet egy-egy objektívára a Team Hope-nak, ha csak nem követnek el megint olyan hibákat, mint az imént, ami 4 emberük életébe is került. Valahogy azért óvatosan kell játszani ők még előnyből is, hiszen a THR egy-egy 5v5-ös szituációban, vagy akár 5v4-es szituációban, akkor még inkább nagyon könnyedén tud fordítani. Leki nagyon szeretné azt a Wardot, de ezúttal le kell mondania róla. DRX indul meg közben Benji-re. A Benji azért már egész tankos, lesul. De igaz, talán egy randuin fog épülni nála, de ezt még egyelőre nem tudni. És hát ahogy te is mondtad, ez a 0-1-5. Hiába van előnyben a Team Hope, pár gyilkosság azért nagyon jól jönne arra a szájára, hogy ténylegesen megindulhasson ebben a meccsben. Ráadásul továbbra is egy 10-essel le van maradva farm tekintetében. Így van. És alapvetően most a THR mozog a Baron körül, és Copy Foxnak bár van teleportja, de ő most jelenleg nincs a csapatával. De a TR-esek benyomják a Recallt, úgyhogy valószínűleg a Baront ők nem gondolják komolyan. Azonban a Drake az jön fel, ami pedig... Én nem látom, hogy mi lesz a következő Drake. Te látod? Mindjárt megnézem. Ez nem. Egy felhősárkány lesz. Okay, nekem nem. Én nem látom sajnos a piten. Úgyhogy egy újabb felhősárkány kerülhet majd valakihez. Vagy egy baronna sor a Team Hope-hoz legalábbis. A Vision-t elkezdték kitakarítani körülötte, és azt is látják, hogy a teljes botlane a THR részéről épp most ment haza. Ez egy pár másodperces embererőnyt jelenthetett volna, de inkább nem húzzák meg a ravaszt ezúttal, nem szeretnének kockáztatni.
hagynak időt és teret Copy Foxnak split pusholni, aki ugye rendelkezik teleporttal. Marinnak még várnia kell nagyjából fél percet, vagy talán kevesebbet a sajátjára. És akkor kezdődhet el majd igazán a baronnasor tánc. Benji közben megtalálja Blackit, egy őrszemet ki is takarít, és Fat Faker Dog végzi a dolgát. Igen. Kurkolgat, amennyire csak tud. Egyébként ritka pillanatok egyike azt látni, hogy magyar versenyen a THR-nek a solo lénerei behindban vannak farm szempontjából például, mert ugye megnézzük, akkor egy 50-et ráver Copy Fox Marierra, egy 20-assal vezet ugye Faker Dog is Skinzorral szemben, és még Makavel is egy 20-asra tudott tolni Benjire, úgyhogy alapvetően csak az AD carry pozícióban vezet Joe, szintén egy olyan 20 körülivel. Nyilván ebből messze menő következtetéseket nem lehet levonni, alapvetően Makaveli nagyon jól teljesített az egész játékban, nagyon szép genkeket és folyamatos nyomást helyezett a lénerekre, főleg bot lénen azokkal a tower dive-okkal és tower alá szorításokkal. És a Vision-t teregeti megint, vagy takarítja megint. Teregetik is, mert a sutyerákat még most akarják elhozni. Szépen beterelik őt a helyére. És így egy biztos rálátása lesz a baronna sorra a Team Hopnak. De még mindig nem szeretnék azt a ravaszt meghúzni. Fiora továbbra is Marinnal néz farkas szemet az alsó ösvényen, ahogy te is mondtad, az 50-es farm lemaradás az úgy tűnik, hogy egyelőre marad. A következő Minion Wave hamarosan. Igen, egyébként az a szomorú a THR szempontjából, hogy alapvetően a split push az nem ér semmit, hogyha a lénered, ha az ellenfél lénere meg tudja verni az adott lénen. De sajnos Copy Fox a THR szempontjából sajnos fölül tud már Marinon kerekedni, ezt láthatjuk ugye az előbbi 1v1-ből is, ahol Copy Fox meg tudta verni Marint. Úgyhogy alapvetően most bajban, ebből a szempontból legalábbis a THR-nek a csapata, mert a solo léneken el tudnak menni a hoposok. Száját oltam most fel ugye top lénen az östvény, nem volt rá semmilyen THR reakció. Meglátjuk, hogy mi gondolkodik a THR, lehet, hogy csak szimplán várnak. Várnak, mert ők is abban bíznak, amit ugye mi emeltünk ki még mind a Champions League-ben, mind a játék korai szakaszában, hogy a team kompozíció az kedvez nekik, 5-5-ös fightot valószínűleg meg tudnak nyerni, de meglátjuk. Egyelőre azt látom, hogy folyamatosan minden minion a Hope türete alatt áll. Bocsánat, a THR türete alatt áll. Marinnak kell egyébként egy ultival eszközölni egy kisebb menekülést. De Hope viszont most nem válja a fogást, és nem tudja, hogy mit csinálja. A THR pedig nagyon okosan kivár. Igen, egy kicsit, mint a tanácstalanok lennének ebben a szituációban. Ugye tornyokra nagyon nem tudnak érkezni. Legalábbis egyelőre, mert a top lane az talán pushol. Blacky lehet most bajban. Kapja közben a kábítást, tehát fagyasztást Benji-től. Marin viszont, ahogy azt várhattuk, nem igazán tud mit kezdeni ezzel a Fiorával, akinek ráadásul red buffja is van, szóval még az is égeti a kis hátsóját. De hát mindeközben három emberrel a Team Hope szeretne egy baronnasort elhozni, de Skinzornak nem tetszik ez az ötlet. Szájának az is DRX-nek kell defenzíven elhasználni az ultiát, és ebből bizony ki kell jönni, ők egyszerűen nem tudták már tovább tankolni azt a baronnasort. Gragas tankos, de azért ennyire még nem. Ebben a mantrázott Ku nagyon szép karmától viszont akár ez az életébe is került, hiszen Benji-nek nagyon jó a kezdeményezése. Vadonszava kimegy Kuglófra, egy vonzás hullám és viszont látásra Copy Fox első gyilkossága THR-nél, jöhet-e a többi? Megjött közben Faker Dog, egyet szépít Benji az, aki ezt elszenvedi, Joe-t is közben lehet temetni. És annak ellenére, hogy egy viszonylag jól indult szituációból tudott érkezni a THR végül, ők azok, akik két embert otthagynak, és a Team Hope jön ki ebből jobban. Skinzor játszott nagyon szépen egyébként a baronnál, három embert tett hatástalan alapvetően a baron damage-el kiegészülve, és két embert flash-eltetett át a baron priten. Utána sikerült egy jó Benji ultival a karmát, bocsánat, nem a karmát, hanem Copy Foxot megölni, mert Copy Fox visszafordult a Lulura, és azt hitte, hogy lesz talán follow-upja, vagy hogy kicsit erősebb, mint amennyire ő azt hitte. De nem volt így, pedig 1-0-al cserélt a THR, de ezután valamiért elkezdték csészelni a játékosokat egészen a turret alá. Igaz, turret sebzést nem kaptak, viszont a turret közelében voltak, így pedig amíg előre mentek, azután instant fordulók is kellett, és a menekülés következtében jött rá Faker Drog,
Hát Faker okay. Egy drog alolosok szóval... számára, mindenki őt akarja nézni Twitch-en. Szóval Fakernek, hogy ő meg tudott fordulni, és tud gyilkosságot szerezni, aztán pedig Joe egy ilyen random flash-sel igazából megölette saját magát, és Blackiehez vándorolt egy negyedik gyilkosság. Úgyhogy 2-1-et cserél a Hop. Igen, a Hopnak talán az egyetlen hát negatívum ebben az egész játékban az az, hogy majdnem a gyilkosságok fele a supporton van. Ami nem feltétlenül a legoptimálisabb eset. Persze jó az, hogyha van egy fed karmád, mert rengeteg utility-t tud adni a csapatnak, mind a pajzséval, sebzésével, ott van már rajta egy redemption, készül az Iron Solar is, szóval ez alapvetően nem annyira rossz, de nyilván szebb az, hogyha mondjuk az AD carry-n van egy-egy gyilkosság. Benji pedig egy nagyon szépet baitelt szerintem, DRX arra számított, hogy csattanni fog az a Sejuani ulti is, így megint csak defenzíven használta el a sajátját, hogy ezt kikerülje, de végül ez elmaradt, így Benji ezt az eszközét megtarthatja a következő csapatharcra. Egyébként a stream minőségének szempontjából, fenntartásának szempontjából, én valahol remélem, hogy itt nem lesz majd egyébként harmadik meccs, mert én már nagyon bekezdtem itt a félrebeszélésekkel, félremondásokkal. Hát pedig legalább egy meccsig még biztosan. Egy meccsig még biztos lesz, úgyhogy megpróbálok valami kávét, én nem tudom betolni. Mert azért a Faker drog az... Az itt egy bizonyos ponton. Megesik. Vegyük vissza a komolyságot, mert hogy egy nagyon jó meccset nézünk, és kifejezetten szoros egyébként. Annak ellenére, hogy a TH most egy 6000-es gold hátrányban van. De alapvetően abszolút partiban vannak, és látjuk, hogy a teamfightokban nagyon nehezen találja a Team Hop a fogást a TH-ren. Úgyhogy... Várjuk a táncolást, valószínűleg a Drake-re megint a Team Hop fog fordulni, amit én megint nem látok, úgyhogy kérlek sugd le nekem, hogy mi az. Talán egy harmadik Cloud? Így van. Oké. Okay. Akkor egy harmadik Cloud, amit valószínűleg a TH-r megint csak el fog engedni, és talán jobban is teszik. Közben DRX kér asszisztenzt a Baronhoz egyébként, szóval az biztos... Az biztos, hogy Copyfox van most bajban, vagy legalábbis lett volna, ha nem tud jó ütemben odébb csúszni. Viszont ez azt jelenti, hogy csapat akár megindulhat a Baron nasóra, bár Copyfoxnak teleportja nincsen, Marini elérhető, szóval neki maximum gyalogszerrel van lehetőség oda felmenni, de helyette inkább Marint szeretnél lekötni, amennyire csak lehet. Marinnak azonban van egy Guardian Angelje, de még ez sem igazán állítja meg Copyfoxot abban, hogy agresszívan játszon. Hát ez az a late game fióra, amitől sokan jogosan tartanak. Közben a toronynak majdnem a felét már eltüntette Copyfox, és még mehet is tovább a toronyra, ott van a Revenous Hydra, vagy Vérszomjas Hydra, sőt mi több, még ha jól látom egy Death Dance-et, vagy egy haláltáncot is építeni fog, az az ulti pedig sajnos nem találkozott a Benji-től, lassításra elég, de kábításra nem, így hatodik tornyát szerzi meg a Team Hope, ami egyben az utolsó külső torony, ember előnyük még mindig nincsen, de tornyok nélkül azért már egy kicsit bátrabban indulhatnak meg a baronnasor fele, és Copyfox egyébként elhasználta a teleportját, de az nem ment végbe, maradt az alsó ösvényen, egy red buffot még elhoz, ezt ezúttal is ellopja Joe Orra elől, és ezt leginkább talán Marin fogja bánni majd az alsó ösvényen. Így van, és Fiora elkezdi szólozni egyébként a Cloud Drake-et, ami Joe fülelle, aki szintén van már egy Guardian Angel egyébként, csak úgy, mint Marinon, úgyhogy alapvetően a THR játékosaiból ketten mindenképpen kétszer tudnak majd valahogy valamilyen szinten részt venni a teamfightban. Éppen a sárkányra a THR mozdul rá, és ezt el is hozzák, és meg is indul Marin, nem igazán talál meg senkit. Közelben így ez a végső képesség mondhatni mehet a kukába. De a sárkányt azt mindenképpen megszerezték, legalább nem lesz mérhetetlen mozgási sebessége a pályán a Team Hope-nak. És talán megindulhatnak a Baron Nashorra, az Akaveliek azok az itt nem vannak az a középső ösvényen, szóval nincsenek messze, de legalább a rálátást biztosítják a sutyerák. Azért az a Baron Nashor nem lett volna olyan egyszerű, főleg, hogy a középső ösvényes játékosuk még a Nexus-tól jött. Úgyhogy nem, az nem volt valószínű, de alapvetően igen, tényleg, ahogy mondtad, átfordultak és elkezdtek a Baron fele vision csinálni. Nyilván a Baron felé, mert hogy most ez az egyetlen objektív tulajdonképpen, amivel mindkét team nagyon-nagyon előre tud majd mozdulni. Nyilván van a TH-ra a felé, hogy vissza tudjon jönni a játékba, Hop pedig nyilván annak reményében tesz majd szert a Baronra, vagy nem is próbál szert tenni a Baronra, hogy ezzel akár a gémet is megnyerhessék. Szóval a helyzet élő, hogy mindenképp a Hopnál van.
A Fiora továbbra is egyedül játszik, csak úgy, mint Marin, aki felveszi vele a harcot, hát, de már... single player módba váltott, kikapcsol, kihúzta az UTP kábelt a GP-ből, és csak a minionokkal foglalkozik meg. Marinnal, aki néha benéz hozzá, középső ösvére jöhet közben Benji, ezúttal viszont a végső képessége jó ütemben jön ki, de még így is kevés az a Zaya ulti, nagyon szép vonzás hullám közben Skinzortól, de még így is hullanak a THR-esek, mint a legyek, egyetlen egy hopos sem halt még meg, Guardian Angel-t közben leszedik Joe-ról, és közben az Ignite is pörög rajta, egy gyilkosságot Zayával szemben még el tud hozni, közben Machiavelli is meghalt, Marin megérkezett a felmentő sereg képében, de már négyen halottak, és Marin egyes egyedül kettővel szemben, Guardian Angel közben még feljön, és utána Marin is meghal. Szerencsére a THR-nek Marin jó ütemben tudott érkezni azzal a teleporttal, hiszen hogyha ez nincsen, akkor nagy valószínűséggel hárman vagy négyen is túlélik a Team Hop-tól. Az viszont már egy kicsit kevésbé szerencsés, hogy talán pont a két legnagyobb sebzéssel rendelkező karakter maradt a pályán, hiszen mind Fiora, mind pedig Jace játszik könnyedséggel tudnak épületeket lebontani, és ez egy inhibitort fog jelenteni a számukra. Így van, egy inhibitort, és valójában most nyílt meg a THR-nek a Nexus először a mérkőzésen, annak ellenére, hogy 7-1-re vezet, akkor még csak 6-1-re vezetett a Hop turretekben, de alapvetően most ért el azt a pontot a Hop csapata, amivel már tetemesen meg fogja nehezíteni a THR dolgát, mind a minionok szempontjából, mind pedig most már nyíltá tették ugye a Nexus, tehát alapvetően egy ösvényre mindig kell majd embert áldozniuk, még ha ez az a midlane egyébként, ahol a legtöbbet járnak a játékosok, és talán ez tehát az optimális veszteség a THR-nek, amit még lehet tartani, mert ugye midlane-en a legkönnyebb a minionokat takarítani. Ha két sidelane közül az egyiket vesztette volna a THR, akkor nagyobb bajban lettek volna alapvetően. De Marin engage következik. Ki lehet közben bajban, ő ki tud sétálni, de nem úgy, mint Faker Dog. Szép a visszaütés, de még így is kevés. Közben a Gragas ulti tolja vissza Marint a torony alá, nagyon jó a lekötés Karmától. Viszont a vadonszava életbe tartja Marint, és ez egyelőre egy gyilkosság a Team Horizon Reapers részére. Szeretne fordítani a Team Hope, de közben az alsó ösvényen egy nem fogadott hívásuk van Fiorától, aki mindeközben split pusholt, egy tornyot már elhozott, és valószínűleg az inhibitor is jöhet utána. Most már két lénen is Super Minionokkal kell küzdeni a THR-nek, de mindeközben a csapat többi részét lemészárolják, Copy Fox indul meg közben Kuglofra. A Polymorph szép, meg még a Redemption is, Benji próbálja CC-zni azt a Fiorát, de nézd meg, két emberrel is simán felveszi a versenyt, nem is nagyon kell tartani a tőlük, többiek szeretnének rázárni, de megjött közben Blacky a segítségére, mantrázott Q-val próbálja kivenni a részét a harcból, Copy Fox még mindig megy, most kapja meg az Exhaustot, és így már le lehet szedni, de pofátlan már komolyan, amit ez a Copy Fox csinál. Talál a csapda Karmára, visszarántani őt nem tudja, mantrázott dupla, mivel rengeteg életerőt szed vissza. Azonban a TR fordult a balóra. Így van. Machiavelli még 5 másodperc, amíg életni fog, nem tudom, hogy ide érhet-e időbe. Copy Foxnak van teleport, így ő akár bátran haza is mehet. De a TR nem nagyon szeretne most kockáztatni, vagy inkább úgy is lehetne mondani, hogy szeretné előkészíteni megfelelően a terepet erre a baronra, mert jelenleg két ösvényen is Super Minionok fognak beőzönleni a bázisból, ha ezt nem teszik meg. Középen Marin menti a helyzetet, botnére pedig Skinzor érkezik. Így van, és most már viszont egy side inhibitor is eltűnt, egy side lane-en található inhibitor is ledőlt a TH részről, szóval most már tényleg mindenképpen egy embert mindig fel kell áldozniuk. Főleg, hogy az a Copy Fox egy teleporttal rendelkezik, tehát alapvetően le tud sétálni a botlane-re, tudja tolni az ösvényt, és majd, hogyha szükség lesz rá, akkor teamfightban megjelenni. Vagy fordítva fogja ezt csinálni, most elindul a teammel, és mikor már úgy látja, hogy eléggé be van pusholva a Nexus irányába a THR bázis, akkor be fog teleportálni, de közben egy engage Marintól. Igen, az engage az jó, viszont a follow-up annál kevésbé. Az Orianna sok wave se tudott kimenni, az a Q pedig mellé ment Karmától. Összességében azt kell elmondani, hogy most már elég hosszú ideje egyébként a Team Hope az, aki előnyből tud játszani ezen a mérkőzésen.
mégsem tudnak igazán mit kezdeni ezzel az előnnyel. Persze Copy Fox folyamatosan split pushol, tehát egy lassú halált próbálnak valahogy eszközölni, de úgy érzem, hogy ekkora előnnyel talán gyorsabban is mehetne a mérkőzés. Két emberes mozás hullám közben Copy Foxra és Faker Dogra. Szóval mindeközben Copy Fox a háttérben majdnem meghal. Guardian Angel-t le tudják szedni róla, a háttérben viszont Machiavelli nagyon alacsony életerőn van, és Marin, Kugloff, valamint Joe feltakarítják a harcot, eddig egy 2-2-es csere. Copy Fox teleportált volna, de Kuglofton nagyon szép a Flash Polymorph, így nem tudja ezt befejezni. Egy Nexus turretet elveszít azért a THR, és összességében végül 4-3-ért a csere a THR javára, de nincsen Nexus tornyuk. És Copy Fox, hogyha talán jobb ütemben tartja meg azt a teleportot, és később megy, akkor akár még a meccset is befejezhette volna. Viszont most Kuglofra hárul az a feladat, hogy valahogy tartsa a bázist, hiszen Joe-t nem hagyja annyiban DRX, szeretné őt levadászni, legalábbis szerette volna, és továbbra is üldözi őt, nem hagy neki időt, hogy hazamenjen a bázisára. Kuglof pedig nyilván nem a legoptimálisabb ember arra, hogy megtartsa a Nexus-t. Nem, de azért a THR játékosok felélednek, és... Ennyit erről. Na ez kellemetlen.